Ingyenes lecsereprogramot indított az energiagazdálkodással foglalkozó Szájebbel közösen Salgótarján önkormányzata, melynek keretében a háztartások ingyenesen juthatnak energiatakarékos izzókhoz, aminek köszönhetően csökkenthetik villanyszámlájukat és egyben a környezet terhelését is. Az elmúlt évben drasztikusan emelkedtek az energiaárak, és ez nyilván nagyon súlyos terheket ró a családokra. Éppen ezért önkormányzatunk már a nyáron döntéseket hozott arról, hogy lehetőségeinkhez mérten hogyan tudjuk segíteni a salgótarjáni családokat. Először is konzultációkat szerveztünk, ahol az érdeklődők tájékozódhattak arról, hogyan tudják az otthoni rezsijüket mérsékelni. Ezek után iskolakezdési, tanévkezdési támogatást nyújtottunk az salgótarjáni általános iskoláskorú gyermekek után, és már a nyáron döntés született arról, hogy csatlakozunk ehhez a lecsere programhoz, aminek a regisztrációja idén év elején végre elindulhatott. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség mind a családok, mind a magánszemélyek számára, hiszen ezek a ledes izzók jóval kevesebb áramot, jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos régi villanykörték, és ezek használatával érdemi összeget lehet minden családnak megspórolni. A lecsere program, melyben salgótarjáni lakóingatlannal rendelkező természetes személyek, valamint a természetes személy tulajdonos hozzájárulásával akár bérlők is részt vehetnek, a Salgó Vagyon Kft. Közreműködésével valósul meg. Január 10-e és február 20-a között van a regisztrációs időszak. A regisztrációs felület a letcsere.hu weboldal, tehát azon lehet jelentkezni. Aki valamilyen okból nem tud az interneten keresztül regisztrálni, annak a Salgó Vagyon Kft. Természetesen segítséget nyújt. A munkásotthon téri ügyfélszolgálatunkon állunk rendelkezésre, azoknak is, akiknek kérdésük van, vagy problémájuk a jelentkezéssel, meg azoknak is, akiknek nincs elektronikus eszközük erre vonatkozóan, tehát segítünk ebbe. A jelentkezéshez szükséges a személyes iratok, személyigazolvány, lakcímkártya, illetve a villanyszámla, ha van PDF-be letöltött formátum, ugye azt föl lehet tölteni, vagy pedig a villanyszámla első 4 oldala szükséges ahhoz, hogy a jelentkezést ki lehessen tölteni. Mindezeken túl a jelentkezésnél szükséges megadni a regisztrálandó lakóingatlan helyiségeiben jelenleg használt villanykörték típusát, fogyasztását, napi használati idejét, illetve a villanyszámlán szereplő fogyasztási adatokat is. A Szájebb rendszere ugyanis ezek alapján számítja ki, hogy az adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. Az ingyenes izzókat a jelentkezési időszak lezárultát, majd a regisztrációk feldolgozását követően várhatóan április elejétől vehetik át a jelentkezést, akiket erről külön is értesítenek majd.